Letöltendő börtönre ítélte a mohácsi bíróság egy kutyaviadal szervezőit, akiket a TEK fogott el még tavaly. Az első és másodrendű vádlottak Staffordshire Terrier kutyákkal szerveztek állatviadalokat, ahol fogadni lehetett a győztesre. Állatkínzás miatt indítottak ellenük eljárást. Ebben az épületben rendezték a kutyaviadalokat Mohácson. Hétvégenként pénzbe lehetett fogadni arra, hogy a két összeeresztett kutya közül melyik győzi le a másikat. Az egyik viadalra kommandósok érkeztek, akik leteperték, majd őrizetbe vették a szervezőket. A bírósági tárgyaláson az ügyész azt mondta, egyértelműen bizonyítható az állatkínzás. Első és másodrendű vádlott a cselekmény során mindvégig egymással harcra úszítja a két kutyát. A felvételen az is látszik, hogy a két kutya egymást test szerte marcangolta a vádlottak biztatásainak hatására. A bíróság mindhárom elkövetőt letöltendő szabadságvesztésre ítélte. A bíróság után elsőrendű harmadrendű vádlottat halmazati büntetésül 1 év 8 hónap szabadságvesztésre, a másodrendű vádlottat halmazati büntetésül 1 év 6 hónap szabadságvesztésre, mindhárom vádlottat 2-2-2 év közügyektől eltiltásra ítéli. Az állatvédők szerint itt volt az ideje, hogy egy ilyen kegyetlen állatkínzás miatt végre letöltendő börtönt kapjanak az elkövetők. Ebben az esetben én azt gondolom, ez mindenképpen indokolt, hiszen ez olyan fajta kegyetlenség, ami azt gondolom, hogy társadalomnak a mindennapi életét is befolyásolja. Mivel az ügyészség és a vádlottak védője is fellebbezett, az ítélet nem jogerős.